És akkor itt meg különböző, be tudjuk mutatni a frekvenciát, hogyha lecsökkentjük. A gyerekek idejük nagy részét a számítógépek mellett töltik. A tanároknak nem könnyű lépést tartani velük, illetve ébren tartani a figyelmet az órán. Ebben nagy segítség lehet az interaktív tábla. Egy ilyet kapott a Muzsiai Általános Iskola. Sokkal érdekesebbé tehetjük ezeket az órákat, hiszen a gyerekek inkább figyelnek az olyan órákon, amiben egy kicsi számítástechnika is van, nem ahol a tanár diktál a könyvből, és nekünk csak írni kell. Itt igazából játszani is lehet, de a legjobb az, hogy a neten keresgélhetünk, és úgy tudunk tanulni. A könyvcsomagokat és az interaktív táblákat a Magyar Kormány Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásának köszönhetően osztják ki a napokban. A program 13.300 tanulót érint. Olyan általános iskolákba kerülnek ezek a táblák, ahol nagyon nagy számú magyar ajkú gyermek tanul. Igyekeztünk minden önkormányzat területén legalább egy általános iskolát választani, hiszen visszatekintve az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy ezekben az iskolákban az mellett, hogy nagy számú magyar ajkú gyermek tanul, a gyerekek itthon tanulnak, és a szakképzés terén választanak középiskolát maguknak. Múzsján két iskolaépületben folyik a tanítás szerb és magyar nyelven. Két iskolakönyvtáruk van összesen 23.000 magyar és szerb nyelvű könyvvel. A Magyar Nemzeti Tanács támogatását tényleg nagy örömmel vettük tudomásul, és nagyon örülünk a könyveknek, külön azért, mert ezek háziolvasmányok, és a háziolvasmányokból soha sincs elég. Tehát még ebben a helyzetben sem, amikor évek óta folyik sajnos az elvándorlás. A Muzsiai Általános Iskolának 698 diákja van. Évente egy osztályra való diákkal csökken a létszám. Az idén is csak két magyar elsős osztályt sikerült megnyitni. Örömmel vettük tudomásul azt, hogy az MNT az idén is támogatja iskolánkat. Függetlenül attól, hogy a tanulók száma csökken, még ettől ennek értelmében is a Szérvumi Általános Iskola Közébánat egyik legnagyobb magyar iskolája, ahol a tanulók anyanyelven tanulnak minden tantárgyat, ezt fontos kihangsúlyozni. Kedden átnyújtották az ajándékcsomagokat a Báskos-Útfalvi, a Zentai, a Péterévei és a Csantavéri Általános Iskolákban is.